Már pöfögnek a munkagépek a Nyírvévény nyíregyházi telephelyén. A társaság felkészült a téli szezonra. Mint minden évben, idén is már ősz elején elkezdték az átállási folyamatot. A gépjárműveket átvizsgálták, és a szükséges javításokat elvégezték. A Nyírvévé ugye több mint 600 km úthálózatot üzemeltet, 355 km járdát, 71 km kerékpárutat. Ezek ugye nem kis számok. 7 nagy gépünk, sószórógéppel rendelkezünk, amik mind a sószórásra, mind a hótolásra alkalmasak. 7 körzetet különböztetünk meg a hószolgálat terén. Nyilván az utak besorolásának rendjében, vagy fontosságuk sorrendjében belterületi elsőrendi utak, belterületi másodrendi utak, gyűjtőutak, lakóutak, földutak, kerékpárutak és járdák. Ezeket kell a hószolgálati tervben meghatározott időben és módon a kollégáknak a hóesés után vagy a síktalanítás tükrében elkezdeni a munkálatokat. Az említett 7 nagy teljesítmény munkagép mellett 2 darab homlokrakodó vesz részt a belterületi első és másodrendű főutak hóeltakarításában és a hóakadályok megszüntetésében. A földutakon és kerékpárutakon 4 darab tolólappal és sószóró adapterrel felszerelt MTZ-82 traktor és egy gréder dolgozik majd, a síktalanító anyagok rakodását pedig egy telephelyi homlokrakodó segíti. A belvárosi járdák, sétautak, térburkolatok hótolási feladatait 6 darab tolólappal és sószóró adapterrel felszerelt járdatraktor és multikár látja el. A kézi hóeltakarítást végző szakemberek munkáját 14 darab kis teherautó segíti. Ezeken felül pedig 2 darab terepjáró végzi az útellenőrzési és koordinációs feladatokat. Időjárás előjelzésre is szerződést kötöttünk, tehát minden héten 2 alkalommal kapjuk meg az adott időszak időjárás előrejelzését. Figyelőszolgálatot tartunk fent, illetve amennyiben szükséges, nyilván készenlétet rendelünk el, és a figyelőszolgálatban résztvevő kolléga jelzése alapján kerülnek behívásra a kollégák, és akkor utána indulnak a szükséges munkafolyamatok. Az elmúlt években extrém időjárási körülményekkel nem kellett megküzdeni a szakembereknek. A legextrémebb helyzet 2013. márciusában volt, de 2018-ban is találkoztak nagyobb hóeséssel. Ezeket leszámítva átlagos teleket tudhatunk magunk mögött.